vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto ZRT, valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Mórádi Zsolt, 8-szoros kickbox világbajnok. Szervusz, üdvözöllek! Noha, mi rendezzük november 3-ától 11-ig a Szimadcsarnokban a kickbox világbajnokságot, és... egyes hírek szerint ugye te arcoddal is próbálják eladni ezt a rangos eseményt. Ennek ellenére most nem ezért ülsz itt, hanem azért, mert Amerikában megint sikerült jót bunyóznod? Vagy hogy szoktátok ti ezt mondani, kickboxosok? Hát ez egy jó verseny volt nekem, egy nagyon eredményes verseny. Ugye a legnagyobb és legrangosabb versenyéről beszélünk. Bizony a US Openről beszélünk, hogyha mondjuk analógiát vonunk a teniszsportággal, akkor hasonló a teniszben a US Openhez ez a kickboxos US Open is. Tehát Amerikában az amerikai kontinensen a legrangosabb verseny. Te egy hol állsz a ranglistán? Bocs. Én vezettem a saját csúcsoportomban a ranglistát. Ez a 80 kiló, ugye? Nem, ez nem. Egészen pontosan kint, ez 170-179 font közötti. Uh-huh. Ez a... könnyű középsúlynak hívják kint. Itthon? Mit mondanának? Itthon 84 kg. 84 kg. Csak így egyszerűen, igen. Könnyen tartod ezt a súlyt? A súlyom körülbelül 83-84 kg szokott lenni edzések előtt. Edzések után olyan 82 kg, úgyhogy tökéletes. Tehát a nagyon mázlista vagy. Szerencsés vagyok, nyilván az alkatomból is adódik, de azért rengeteget sportolok. Többnyire odafigyelek az étkezésemre, leginkább a versenyek előtt, azért nem úgy kell elképzelni, mint egy testépítő, egy gramra kiszámolom, hogy pontosan miből mennyit viszek be a szervezetembe, de igenis a versenyek előtt, ugye a szezont jelent, tehát azért hosszú hónapokig azért oda kell figyelni az étkezésre. Jó, itt milyen szabályok szerint mentek Amerikában a küzdelmek? Ez point fighting szabályrendszer, ugye a kickbox sportágon belül elkülöníthetjük a szabályrendszereket tatamis, illetve ringes szabályrendszerekre. Az én szabályrendszerem a point fighting szabályrendszer, az egy tatamis szabályrendszer, uh-huh. Tehát mint ahogy például a karatéban vagy a judóban, tatamin, vagyis szőnyegen történnek a küzdelmek. És itt a találati elsőbbség számít, hogy a nézőknek egy kicsit leegyszerűsítsem a dolgot. Ez egy olyan szabályrendszer a kickbox sportban, mint mondjuk a vívásban, a párbajtőr, ahol a találati elsőbbség számít. Uh-huh. Nagysága? Ereje? Igazából bármekkora lehet. Szabályváltoztatás történt néhány évvel ezelőtt. Akkor ugye úgy volt meghatározva, hogy az volt a neve a szabályrendszernek, hogy szemikontakt, vagyis fél erővel lehetett bevinni a találatokat. Most már ez nem állja meg a helyét, meg is változtatták mind a szabályokat, mind pedig a nevét a szabályrendszernek, ugyanis a fizikából adódóan, hogyha minél gyorsabban szeretnénk eltalálni az embert, ahhoz bizony nagy erőt kell kifejteni, igen. És nem lehet már ott az utolsó centimétereken megállni. Csak a filmben a nagy erővel is éppen megállott egy milliméterrel. Ott inkább mellé ütnek, nálunk erre nincs lehetőség, illetve nem adják meg a bírók a pontokat a találatokért akkor. Mennyi a küzdelmi időtök?
kettő vagy háromszor két perces küzdelmek vannak. Attól függ, hogy világverseny, vagy mondjuk világkupáról beszélünk. A nagyobb világversenyeken ott három menet van, háromszor két perc a küzdelmi idő. Igen. Még a világkupán, mint mondjuk ez a US Open verseny, és amiről elkezdtünk beszélni, az két menet, két perces menet. És megnyerted. Bizony, és nagyon örülök neki, hogy így sikerült a szezon vége. De ez nem egy meccs, nem egy győzelem. Nem, dehogy is egyáltalán nem. Sőt, az amerikai kontinensen egy kicsit máshogy is történik itt a... A dolog mégpedig úgy történik, hogy először is a saját súlycsoportomban kellett versenyezni, ugye ebben a könnyű középsúlyban. Szépen haladtam, volt kétszoros mérkőzésem is a súlyomban. Mexikó egyébként az utóbbi két-három évben, egyébként pont két-három éve tartok nekik edzéseket kint Mexikóban. Nagyon fejlődnek, egy nagyon fiatal, nagyon erős, nagyon erőteljes jó társaságuk van. Volt két mexikói sráccal is mérkőzésem, egyébként összesen négy mérkőzésem volt a súlycsoportomban. Megnyertem a súlycsoportomat, és innentől kezdve érdekes a történet. Kint Amerikában úgy van, hogy a 8 férfi súlycsoportnak a győztese mehet a Grand Champion cím, birtokosa cím, szóval a Grand Champion címért, és ugye egymással kell, a súlycsoport győztesek egymással kell, hogy küzdjenek. Igen. És miután én megnyertem a súlycsoportomat négy mérkőzés után, következtek a súlycsoport győztesek elleni meccsek, ugye egyenes kiesés minden mérkőzés természetesen, mint általában mindegyik küzdősportban. Itt kivel kezdesz? Itt a súlycsoportokat, vagy mit vesznek alapul? Például te kivel kezdtél? Igen, itt úgy van, hogy a négy könnyebb súlyt, illetve a négy nehezebb súlyt, ezt így külön választják. Értem. És akkor ott egymással mennek a súlycsoportokhoz legközelebbi következő súlycsoportoknak a győztesei, és akkor szépen így ugye menetelnek a... És jött a döntő, eljutottál döntőig, ugye? Eljutottam a döntőig, ahol érdekes módon egy európai versenyzővel kerültem szembe, mégpedig egy régi riválisommal, az osztrák Román Bründüllel, aki... Ő nagyobb volt tőle, vagy kisebb? Bizony, hát ő majdnem egy fejjel nagyobb, mint én. Ami azért érdekes, mert szinte ugyanabban a súlycsoportban vagyunk. Jó, nem vagyok egy robosztus alkat, tehát egy vékony alkat vagyok, de ő nem néz ki egyáltalán vékonyabbnak nálam, viszont egy majdnem egy fejjel magasabb. Ugye ez az ereje is igazából a hosszú végtagok. Nagyon erős lábtechnikával rendelkezik, rugásokkal. Nekem is az az erősségem, úgyhogy egy igazi lábcsata alakult ki ezen a mérkőzésen. Szerintem találkoztunk már körülbelül 10-11 alkalommal, eddig egyetlen egyszer tudott hosszabbításban legyőzni. Úgyhogy így kezdtük meg a mérkőzést. És nagy szerencsémre, illetve nem is szerencsém, hanem nagyon jó volt a formaidőzítésem. Így a szezon legvégére, ez a legutolsó versenye volt az év első felének a szezonjában nekem. És technikai KO-val tudtam győzni, úgyhogy... Az nálatok mit jelent? Ez 10 pont különbség. De ugyanaz, mint a bunyónál, vagy a 10 pont különbség? Tehát itt elhúztál 10 pontra, és akkor... Így van, tehát kialakult a 10 pontos különbség. De itt is lehet kiütés végül is, ugye? Mert most már teljes erővel is... Igen, ugye a szándékos kiütés nem elvileg. De hogyha úgy alakul, sokszor előfordul már az utolsó 10-15 meccsemből volt 2-3 olyan mérkőzés, aminek idő előtt vége szakadt. Nem technikai KO, hanem sima KO véget. Úgy ütköztünk össze, hogy a könyökömmel felszakítottam a szemét, olyan volt az a rugás, hogy nem tudta folytatni utána már a küzdelmet. Tehát ez benne van. Igen. Nyílt sebbel ugye nem lehet küzdeni. De ott nem őd a bíró, nem kezd el rá számolni. A számolás nincsen. Jön az orvos, jön a versenyorvos, és akkor megállapítja, hogy mehet, hogy tudja folytatni tovább, vagy sem. Igen. Akkor egyre keményebb lesz a kickbox? Mindig is kemény volt a maga nemében, tehát... Igen, csak sokáig ez az, hogy tudod, csak érinteni lehetett, meg... Azért egy kicsit más, hogy van, mint a karatéban, ugye, ahol fejre meg kell állítani a technikákat, hogy ott tökéletesen kell kontrollálni azokat a technikákat. A kontrollnak itt is meg kell lenni, de itt azért el lehet engedni azokat a technikát, betalálhatnak. Mondhatjuk, hogy keményebb, ha így jobban tetszik. Talán azáltal lehet egy picit látványosabb, hogy tényleg el lehet engedni azokat a technikákat erősen, erőből. De eddig is látványos volt ez a szabályrendszer szerencsére, a sporták szerencsére, és most már ezt egyre jobban kezdi elismerni a laikus közönség is. Egyébként hozzátenném, hogy ebbe a szabályrendszerbe kezdett ugye Conor McGregor is, a UFC-nek a fene gyereke most, vagy nem tudom, Raymond Daniels, igen, a Glory Kickboxnak az egyik legnagyobb arca most, az egyik legnagyobb riválisom egyébként, hogy mind ebből a szabályrendszerből nőtték ki magukat. Úgyhogy ez mutatja ennek a szabályrendszernek a létjogosultságát. Chuck Norrisnak kérdezzem. Chuck Norris egyébként azokon a versenyeken indult, amelyeken én Amerikában képviselem az ottani csapatomat, úgyhogy még nem volt szerencsém vele találkozni, de van rá egy kis esélye. Nagyon örülnék. Állítólag időként el szokott menni. Így van. Utoljára
4 éve volt egy olyan verseny Atlantában, amin én is visszottam menni minden évben. Én akkor pont nem voltam ott. És akkor meg ott volt. Akkor ő meg ott volt, úgyhogy. De örülnék, hogyha tudnék találkozni vele. Nagy legendákkal sikerült már találkoznunk kint. Ez a 8 világbajnoki cím, ez mind felnőtt. Ez mind felnőtt, így van. Mióta vagy súlycsoportodban az uralkodó? Ugye ez a 8 világbajnoki cím, ez világrekordot is jelent. Úgyhogy a korábbi világrekord az 7 világbajnoki cím volt, amit szintén egy magyar versenyző, Debreceni Dezső tartott. Úgyhogy mindig is az volt a célom. Hogy őt igen, felül tudjam múlni. Ugye előtte pedig Pesut Rita volt. Úgyhogy ez magyar sajátosság, ez a cím. Szerettem volna megtartani ezt a kis hazánknak. Én 2007-ben debütáltam a felnőtt válogatottban. Bocsánat, 2005-ben, akkor harmadik lettem a világbajnokságon. 2007-ben ugye 2 évente van világbajnokság nálunk, a páratlan években világbajnokság, a páros években pedig Európa-bajnokság. 2007-ben megnyertem az első világbajnoki címemet 19 évesen, és 2007 óta védem ezt a címet. Hány éves vagy most? 29. 29. Mennyi van még benned? Hány év? Hát szerintem 2-3 hasonlóan eredményes év még bennem van, mint amilyen az elmúlt 3-4 év, amikor akkor szerencsére még egy kezem meg tudom számolni, hogy 3-4 év alatt hányszor vesztettem mérkőzést. Akkor nem használódtál még el. Jó, mert ugye ennyi küzdelem ennyi év alatt, ugye toppon lenni, az ember elhasználódik. El, bizony. Tehát érzem, hogy használtak az izmaim, az üzületeim. Éppen ezért kicsit el kell tolnom a fókuszpontokat. Tehát még 3 évvel ezelőtt a regenerálódásra kicsit kevesebb időt hagytam. Most már elengedhetetlen az, hogy legalább annyira odafigyelek a regenerálódásra, mint a formába hozásra, a fizikai képességek fejlesztésére. És megérte? Megéri kickboxozni? Tehát ez a 8 világbajnoki cím, ezek a világrekordok, ez hoz is valamit a konyhára, vagy csak a sporták szeretete, és ezzel kell jól lakod? Anyagi területre gondoltál. Igen. Egyébként minden szempontból megéri. Tehát a mai napig tisztán előttem van a kép, amikor 8 évesen belépek az edzőterembe, abba az edzőterembe, ahol a mai napig edzem. És miért belátta? Egy Chuck Norris filmet? Vagy? Nem, egyébként egy sporttagozatos osztályba kezdtem el az általános iskolát. Mert sokan ugye Bruce Lee miatt kezdtek el karatézni. Egyébként benne volt ez is, leginkább, mert édesapám nagyon szerette ezeket a filmeket. Én akkor még kisebb voltam, nem igazán fogtam fel, persze nekem is tetszettek. Én röplabdával kezdtem. Aztán egy év után elment a röplabda edző, úgyhogy muszáj volt valamilyen olyan egyesületet választani, ahol tagként tudok sportolni. És elkezdtem a birkózást, illetve a kickboxot egyszerre. Ezt 3 hónapig csináltam, és utána édesapám egyik ismerőse, egy korábbi edzőtársam lehívott a edzőterembe, mert 8 éves voltam ekkor, és erre az a pillanat, amire mai napig tisztán emlékszem, hogy belépek, és megérzem azt az atmoszférát, ahogy tisztelet járt a körbe azt a csarnokot az edző felé, a versenyzők egymás felé, ezt nem felejtem el, soha biztos vagyok benne. Úgyhogy ebből a szempontból is megéri, mert azóta rabja vagyok a sportágnak, szenvedélyem a sport, úgyhogy ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy minden nap azzal foglalkozom. Egymásra találtatok magyarul. Így van, így van, így van. Nem tudom, mi lett volna belőlem, hogyha mondjuk a focipályára visznek le. De szerencsére. De hát, hogy nem jön ez, akkor nem lett volna eredmény. Tehát ugye itt is kettőnál a vásárra, szokták mondani, egy emberi kapcsolatnál itt is kettőnál a vásárra. Igen, igen, viszont nagyon maximalista a személyiségem, tehát az már egy plusz. Bármit csináltam volna, biztos vagyok benne, hogy a képességeimet ből kihoztam volna a maximumot. Anyagilag hogy éri meg? Nem mondom, hogy egy egészséges egzisztenciát ki lehet alakítani azzal, hogy én vagyok a legeredményesebb versenyzője a sportágnak, de nincs okom panaszra. Viszont már az általános iskola végén, már középiskolában is arra tanított minket az edzőnk, Király Istvánnak, egyébként a válogatottnak is az edzője, hogy oda kell figyelni a sporton kívüli életre is. Tehát bármi történhet, sérülés, és onnantól kezdve a sportkarrierbe kell fejezni. Iskola? Mit végezte? Elvégeztem a sportmenedzser mesterdiplomámban, úgyhogy a Corvinus Egyetemen volt ez a képzés, és a Testnevelési Egyetemnek egy közös képzése, úgyhogy mesterdiplomám van. Ezt fontosnak tartottam mindig is. Már csak azért is, mert szélesíti a látókörét az embernek, de bármi történhetett volna a karrierem közben. Szerencsére komolyabb sérülések elkerültek, már ami a sport sérüléseket illeti, mert azért kijutott komolyabb sérülésből, de nem a sportból adódóan egyáltalán. Olyan motorosztál, ugye eltörnyőztél? Nem, egy nyári kaland volt ez gyakorlatilag, egy medencés csúszdán csúsztam le, mint első csúszó aznap. Péntek 13-a volt, június 13-a, úgyhogy
nehéz elfelejteni ezt a dátumot, ez az új szülinapom egyébként, emiatt a baleset miatt. Gyakorlatilag nem volt feltöltve ez a csúszdás medence, annak a medencéje. És én úgy mentem és estem fejre, hogy olyan 40 centi víz volt abban a medencében, úgyhogy egy hetes csigolyám az szilánkokra tört. Úgyhogy egy 6 hónapos rehabilitáció következett. És abban hogy tudtál egy felépülni, hogy tovább is tudsz küzdeni? Gyakorlatilag ugye ez június 13-a volt, és én 2 hónappal később már nyakmerevítőben az edzőtáborban voltam. Az egy oké, hogy az ember belül viszi a hév, meg az agya, meg mit tudom én, de maga a csont, az hogy tudtad? Fiatal voltam egyébként, tehát most sem vagyok idős, de akkor úgy gyógyultam, mint tényleg rohamléptekkel gyógyultam. Nagyon szerencsém volt azért, mert tényleg milliméterekkel múlott az, hogy most nem tolószékben jöttem be ide a stúdióba. Úgyhogy szerencsés vagyok, megúsztam ezt a balesetet, és erről tudtam meríteni, mint egyébként minden negatív, vagy olyan eseményből, amit igazából kudarcnak kellett volna megélnem. Úgyhogy mindig ezek is vannak a szemem előtt, tehát sokkal jobban emlékszem a vesztes mérkőzésekre. Mikor vertek meg utoljára? Volt idén már vereségem, sajnos. Na. Itthon? Nem itthon volt, kint Amerikában. Atlantában volt egy hasonló Grand Champion küzdelmet, buktam el a döntőjét, mint amit most megnyertem Orlandóban, a US Openen. Szoros mérkőzés volt, pontosan tudom, hogy mi volt a hibám. Nem volt elég jó stratégiám. Elég volt 2 hibáznom, és a mérkőzés vége előtt 25 másodperccel ment el ez a 2 ponttal a mérkőzés. Úgyhogy nagyon sokat tanultam ebből is. Tehát szerencsére olyan vagyok, hogyha elkövetek egy hibát, legyen az egy rossz mozdulat, egy rossz stratégia kiválasztása, rossz felkészülés, akkor azt ki tudom javítani, és többet nem követem azt a hibát. Vissza szoktad nézni a meccseidet egyébként? Igen. Van, amelyiket már rögtön a mérkőzés, hogy felteszik néhány perccel, néhány órával utána. Van, amit kicsit nehezebben nézek vissza, de muszáj visszanéznem. Tehát nem elég az, hogy benne van a fejemben a mozdulat, megbeszélem a szakmai csapattal, hogy mi volt a probléma, muszáj nekem ezt látnom a felvételen, és hogy pontosan miért volt rossz az a lábemelés, miért volt rossz a távolság. Hány meccsed van meg neked otthon? Nincsenek VHS kazettája, viszont YouTube-on rengeteg mérkőzésem van. Szerencsére azért engem vesz mindig a kamera, és ezért nekem szerencsére, illetve az ellenfeleimnek... Hát a világbajnokot vegye, nem? Az ellenfeleimnek is szerencsére, mert ott ülnek szépen, és ellenzik azt, amit látnak. Na, erről mesélj nekem, mit szólnak hozzá az ellenfelek, amikor megtudják, hogy veled fognak küzdeni? Hát biztos vagy benne, hogy nem örülnek neki. Nem gondolom, hogy... Nem szoktak oda menni, hogy ne bánts, oké, te nyertél, csak vigyázz rám. Nagyon kis versenyeken, néhány évvel ezelőtt volt én, amikor azt mondták, hogy odajött hozzám a versenyző edző, és azt mondta, hogy figyelj oda rá, kérlek, és akkor mondtam, hogy rendben, természetesen nem lesz ebből probléma, de nem. Most már 29 éves vagyok, mögöttem van 20 évnyi versenytapasztalat, most már vannak olyan fiatal csikok, akik pontosan olyanok, mint amilyen én voltam 17 évesen. Be kell törni. Így van, pontosan. Tehát nem engedhetek ki egy pillanatra sem. Ugyanúgy videózok, mint ahogy 15 évvel ezelőtt videóztam, ugyanúgy nézem az ellenfeleimet. Ha kicsit kiengedem a gyeplőt, akkor a nyakamán ülnek, és ezt nem szabad megengedni. Én nem akarom megengedni. Nem szeretnék visszagondolni 10 év múlva arra, hogy akkora jobban videóztam volna, lehet, hogy jobb eredményt értem itthon volna. A súlycsoportodban van trónkövetelő, aki valóban annak számít? Nincs. Az, 19 éves vagyok, amikor először, sőt nem is 2005-ben, 17 éves voltam, amikor először bekerültem rögtön, ahogy felnőtt korosztályba kerültem, bekerültem a felnőtt válogatottba. Abban az évben még voltak aspiránsok. Az én súlycsoportom akkor megüresedett hely volt a válogatottban. Korábbi világbajnokok mentek el onnan abból a súlycsoportból, én megérkeztem. Tudták, hogy jövök, tudták, hogy erre a srác majd oda kell figyelni, mert már 15 évesen nyertem meg ilyen nyílt kategóriákat a felnőtt korosztályban, ahol engedték külföldön, hogy elinduljak. Tudták, hogy jövök, akkor az első évben még volt ellenállás, de a következő évben már egyre kevesebben, és utóbbi pár évben már nem igazán. Akkor lehet, hogy te vagy a hibás, de nincs utánpótlás ebben a súlycsoportban? Nem gondolom. Van. Van utánpótlás, még pedig a saját klubunkban is rengeteg utánpótlás, úgyhogy lesz, aki... 10-12 évesek. Van már idősebb is. Még nem a felnőtt korosztályban. Ugye, egyelőre le vannak osztva alapok. Most hová, most mindenki inkább súlycsoportot váltok.
Előbb-utóbb érszemet kapnak. Szerencsére van nagyon sok tehetséges fiatal Magyarországon. De akkor meg, ha úgy érzed, akkor meg úgyis abba hagyod. Nem lesz olyan könnyű engem azért letaszítani onnan, de aki letaszít, annak nagyon szívesen átadom a helyemet. De az már egy külön misét megér majd az, az a történet. Most akkor már a novemberi világbajnokságra készülsz? Vagy most még kis pihi, mi megint még kimész még valóvá? Most jöttem vissza egy nappal ezelőtt Nápolyból. Az előző 8 hétvégén hetet külföldön töltöttem. Most be is fejeztem az év első felének a versenyszezonját. Úgyhogy most pontosan van szerintem olyan 5-6 napom kipihenni magam, regenerálódni a testemnek, adni egy kis időt, a kesztyűt félretenni a sarokba. Tudod, több idő kell már ebbe a korba már. Bizony. Szerencsére a motiváció és a tűz bennem az mit sem hagyott a láb, úgyhogy jövő hét végén már indulok a felkészülésre a csongrádi edzőtáborunkba, amit minden évben tartunk. Egy nemzetközi edzőtábor, úgyhogy még szervezem is azt a tábort egyébként, szervező feladatokat is ellátok, de elkezdem a felkészülés már szép lassan a novemberi világbajnokságra. Augusztusban az erőálló képesség fejlesztésén az alapozáson lesz a hangsúly, és mostantól kezdve még 5-6 napot pihennek, ugye, ahogy említettem, de csak a novemberi világbajnokságban fókuszban, ami ugye Budapesten lesz megrendezve. Tulajdonképpen az erőállapotodnál csak formába kell hozni magad, vissza kell hozni, nem? Vagy... Ez a csak szócska azért nagyon csalóka. Tehát, persze, nem csak. Tudom, de... hogy hova lehet eljutni. Szerencsére tudom, hogy hol van a képességemnek a maximális teljesítő képessége, illetve a tudásomnak. De nem olyan könnyű ezt kihozni magamból, tehát az sem könnyű, hogy ezt egyáltalán kihozza magamból egy bizonyos idő alatt, de hogy ezt még időzítsem is arra néhány napra, amikor a világbajnokság lesz, ez bizony így még 15-20 év után is nagyon nehéz. Szerencsére nagy a tapasztalatom. Most már egy van mögöttem olyan szakmai csapat, aki ebben segít, de ahogy idősödöm, most már a testemre még inkább, még jobban oda kell figyelni, úgyhogy ez egy nagyon komplex feladat. Egy nagyon hálás feladat is tud lenni egyébként, egy nagyon izgalmas feladat. De nem szeretnék beleesni abba a hibába, mint amelyik hibába beleestem 2005-ben, amikor debütáltam a válogatottban. Abban az évben egyébként Szegeden volt a kickbox világbajnokság, akkor volt utoljára világverseny, kickbox világverseny Magyarországon. Úgyhogy szeretnék kiküszöbölni minden olyan hibát, amit akkor elkövettem. És szeretném erre felhívni a csapattársaim figyelmét, és illetve segíteni nekik abban, hogy igazából csak profitáljanak abból, hogy itthon lesz megrendezve a világbajnokság. Ott itt is lesz majd a világbajnokságon is ilyen súlycsoportos győztesek, vagy itt nem lesz ilyen? Természetesen. Itt is meg lesz. Igen, itt súlycsoportos küzdelmek lesznek, illetve lesz egy csapatverseny, ami nagy presztízsű. De itt is lesz az, hogy a súlycsoportok győztesei egymással küzdenek? Nem, majd? Ezek csak a világkupáknak a sajátossága, a világversenyeken ilyet nem rendeznek. Tudom, hogy judóban például van ilyen, egyébként nagyon izgalmas versenyszám. Azt hiszem, ott a világbajnokságokon is van talán. De nálunk kickboxban nincsen. Akkor csak súlycsoportos lesz. Csak, igen. Tehát itt meg kell védenem a címemet. Akkor ez a könnyebbik? Egyáltalán nem nevezném könnyűnek. Egy világbajnoki címet sosem könnyű megvédeni. Van még hely a szobádban? Nem, a szobában már nincs. De már külön lakást kellett húzni. Sem az előszobában nincs. Még az emeleten éppen hogy van. De rengeteg kupám van szerencsére. Nagyon jól mutatnak, kevésbé tudom már rendszerezni őket, de minden egyes darabnak örülök, minden egyes új darabnak. Család? Már korban benne vagy, tehát élettárs, feleség, gyerek? Ezen a területen nem volt még szerencsém, tehát... Majd lesz időm, a sajnálnak. Igazából valóban nem sok idő jut arra, hogy mással is foglalkozzam, ne csak magammal, a felkészülésemmel, azzal, hogy rendben menjen az üzlet, mondjuk a sporton kívül minden rendben menjen, a teljesítés rovására ne menjen semmi. Tudom, hogy ennek ellenére is akár családot tudnék már alapítani, illetve szívesen is tenném, de még nem voltam olyan szerencsés, hogy megtaláljam azt, akivel ezt el tudtam volna. Hát már állandóan utazol. Bizony. Ugye? Eljön ennek is az ideje. Mennyire tudod még izgalommal várni egy ilyen világbajnokságot? Annyi voltál már, hogy... Egy ilyen világbajnokságot nagyon nagy izgalommal tudok várni. Budapest rendezi a világbajnokságot, még pedig egy olyan világbajnokságot, ami egy mega
esemény lesz. Tehát a kickbox sportban sajátosság, hogy 6 küzdelmi szabályrendszer van összesen, és mivel ez akkora létszámot foglal magába, hogy a 2 évenkénti világbajnokságok 2 helyszínre vannak osztva abban az évben. Idén Brazília lett volna a másik helyszín, de ők visszamondták a rendezést, különböző oknál fogva, így a Vakó Világszövetség felkérte, illetve megkérdezte Magyarországot, a Magyar Kickbox Szövetséget, hogy elvállalnák-e a mega rendezvény megszervezését. Igen, mondott erre a Magyar Kickbox Szövetség, úgyhogy utoljára 2005-ben, milyen érdekes a sors meg az élet, hogy 2005-ben, amikor Szegeden volt a világbajnokság, az az utolsó ilyen komplex mega esemény, amikor minden küzdelmi szabályrendszer egy helyen volt. És most 12 évvel később ismét Magyarország rendezi a világbajnokságot, és ismét megrendezheti azt a mega eseményt, ami, ahol a kickbox krémje megjelenik és versenyezni fog. Én nagyon izgatottan várom ezt a világbajnokságot. Akkora teher már nem lesz rajta, mint 2005-ben, amikor még debütáltam, zöldfülű voltam, és nem volt világbajnoki címem, mindennél jobban hegyeket tudtam volna mozgatni egy világbajnoki címért. Akkor egy kicsit ez a áteste való túlsó oldalára, ami az izgatottsági szintet jelenti. És ott nem sikerült, hogy bronzérmet nyertem. Egy majdhogy nem nyert mérkőzés buktam el sajnos. És most, hogy itt bizonyíthassak Magyarországon, és gyarapítsam a világbajnoki címeimnek a számát, hát óriási a tűz és a motiváció bennem. Természetesen a karrierem során azért voltak hullámvölgyek, amikor keresni kellett azt a motivációt. Bármelyik világhírű sportolónál, Roger Federer, Michael Phelps, akárkiről beszélünk. Most nem kell keresni, most itt van. Nem kell, most nem kell keresni. És az is motivál egyébként, hogy ez a fiatal válogatott, amivel képviseljük majd a hazánkat a világbajnokságon, hogy ők is jól szerepeljenek. Pontosan tudom, hogy mit fognak érezni. Én ezt átéltem 2005-ben, úgyhogy minden erőmmel azon is leszek, hogy őket segítsem, és csak profitáljanak ebből a szereplésből. Időn sajnos lejárt, viszont te most arra koncentráljál, hogy 5 napig semmi edzés, csak pihenés. Ezt fogom tudni teljesíteni. Oké. Köszönöm szépen, itt voltál. Köszönöm szépen. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.